Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Hát most pontosan Solt határában vagyunk valahol. Itt állok a bekötő úton, amíg bevezet a rádiót, amit meg fogok most nézni. Személyi forgalom már nincsen rajta, teherforgalom viszont még van. De most éppen nem is teher van, hát úgyhogy most eddig, de azért legyen a kocsinekről most már, de azért mégis. Mellettünk meg az 51-es út. Egyébként itt a buszmegálló sincs a környéken, hát eddig kellett visszasétálni Soltól. És ha már úgyis itt volt Antalom, akkor jöttem a sineken. Hát akkor szerintem menjünk, induljunk el erre. Egy olyan körülbelül másfél kilométer még innen a rádiót vagy. Egyébként arrafele már látszott. Mégsem, hát szóval közben haladunk befelé. A bekötő úton a rádiót a fele. Kicsit erős a szél, de egyébként olyan nagyon rossz idő nincsen. Az adódott, akkor mondjuk kell tudni, hogy 1977-ben adták át, azóta működik, és 2000 kW teljesítménye sugároz. Tehát az ország biztos, hogy a legerősebb középhullámú adótól, de szerintem Európában is. A világszerese nagyon van ennél jobb, vagy erősebb. És tavaly novemberben fel lett újítva, egy új adóberendezés is van, ami sokkal jobb. Azóta még a Kossuth Rádió hangminőséges középhullámú sokkal jobb, mert már zenéken is jobban adja. Erről majd linkelek be egy videót a YouTube-on. Egyébként azt hiszem, hogy jól mondom, hogy nevét, akkor DJ Miki 87 töltött fel egy ilyet, hogy ami szilveszteri zenés műsort vett föl a rádióban, és az új adóval már teljesen tisztán szól, nincsen az a jellegzet, egy ördögös Kossuth Rádiós hang már. És meg egy másikat is majd, ami szintén ő töltött fel, amikor még a régi Lakihegyi, az még ennél is rosszabb minőségű adás volt, amit a Lakihegyi adóberendezéssel, amit adtak, akkor csak idéglenesen működött már, amikor ezen az adón karbantartak. Na, azt nézzétek, már egész közel vagyunk a Toronyhoz. Na, én zoomoljam egy kicsit rá. Jó magas, de legalább 300 méter magas. És valószínűleg ott vannak fent az adó. Maga az antenna az ott van a tetején, amiről adnak. És lassan itt vagyunk a kerítésnél is, lassan szerintem eddig lehet eljönni. Arra szinte semmi esélyünk nem lesz, hogy a kerítésen belülről is megnézzük. Hát azért, hát meg fogom kérdezni, mert ha már itt vagyok, miért ne, de az esélyben minimális. Hát itt vagyunk közben, már elég közel a Toronyhoz, sajnos belülről nem lehet most megnézni, csak kívülről. Hát próbálkozunk ilyenekkel is, hogy az ív rádiózás sem működik most. Erről is láttam videókat, hogy valakinek ez sikerült, hogy kulcsal mondják, majd fűszállal is, hogy hát ha azzal megy. Na, ez itt nézzétek csak, és akkor... Hát... Most így nem fogok a Kossuth rádiót hallgatni. Most valószínűleg itt nem megy. Hát így... Hát, hogy amarrébb jobban működne, majd kipróbálom. De hát ennél közelebb még nem tudok a Toronyhoz menni. Ezt nézzétek, itt van. Ott lehet valahol tetején az antenna. Nem, nézzük. És itt vannak a kikötési pontok, nyilván itt ezek az acélsordonyokkal van kikötve. És megnézzük az alját. Ha onnan közelebbről próbálnám, szerintem ezt akkor ezt a kulcsos vagy fűszálas módszer ott már lehetne vele rádiót fogni. Egyébként meg ott a betápkábele. Nem semmi. Hatalmas nagy építmény, az már biztos. Sajnos újabban éjszakon nem nagyon működtetik, azt számolt, hogy csak 23 óraig vagy évfélig megy. Középhullámú adás pedig ezzel, és éjszaka még jobban is terjed, tehát mondjuk éjszaka ezzel még szerintem simán Ázsiaig el lehet sugározni. De a Kossuth rádiót egyik se adja, innen se. Ott még lehet valami. Ja nem, az csak egy megfigyelő torony ott is. Jó, hát most nem járom az egészet külkörbe, mert hatalmas nagy terület. És igazából ott se fogok többet látni, mint amelyet itt már láttam, de hát mondhatni, hogy szerintem a káposztáról se lehet Kossuth rádiót hallgatni.
Nem csak itt. Hát itt azért mindenféle növény van, de... De rádiót egyikről se lehet hallgatni. Még itt az adó mellett se. Még a neoncsövet nem tudtam még szerezni, mert azt még kipróbáltam volna, hogy tényleg világít-e. Na majd legközelebb, ha erre járok, akkor még neoncsövet is fogok hozni, hogy hát hazzal már nem fog. Hát akkor ez ennyi lett volna. Végül is a rádiótornyot sikerült megnézni, ikerítésen keresztül. Csináltam róla sok képet is. Hát az idő az nem a legjobb, most már egyre jobban fúj a szél, de azért mindegy, legalább eddig kibírta, hogy ne essen az eső, meg ne legyen még szorabb az idő, ameddig itt voltam, mint mégis megnéztem mindent. Hát remélem egyszer majd belülről is sikerül. Eddig sem volt egyszerű, mert Antenna Hungáriának hiába írtam, nem válaszoltak. De egyébként szokott szervezett látogatás lenni ide néha, mert láttam már innen képeket. Tehát valamikor egyszer biztos lesz nyílt nap, vagy valami szervezet venni, azért amikor be lehet ide jönni. Hát igyekszem eljönni rá, és majd megnézzük az elemről is. Hát mindesetre a legendát a sikerült megcáfolni, hogy káposztáról, meg fűszállal be lehet fogni itt a rádiót a kerítésen keresztül. Megpróbáltam, nem sikerült. Lakáskulcsal se, pedig elvileg azzal is, mert az legalább fény, tehát az húzhat úgy évet, hogy menjen. Hát neoncsövet meg majd később kipróbálom, ha lesz nálam. Ugye, hát most hirtelen más sem, nem tudtam kipróbálni. Egyébként azért rádiót, azt megnéztem, azt itt mindenhol a Kossuth rádió szól, de most már azt nem fogom még egyszer felvenni, mert megadta magát benne az elem. De addig még működött, hogy bekapcsoltam, ezért középhullámra átállítottam, és akárba tekertem, mindenhol a Kossuth rádió szólt. Itt azért 2000 kW az teljesítmény az elnyom minden másnak környéken. Na, közben a telefonom is mindjárt lemerül, mert powerbankot se hoztam. Legalábbis egyet, amiben alig van energia. Úgyhogy jó lesz ez így majd visszafele. Hát még most vissza kell sétálni a bekötő út végéig, az még kb. 1 km. Aztán még a következő buszmegállóig is lehet. Hát vagy szerintem inkább elmegyek azért a sineken a következő vasútállomásig. Aztán majd onnan nézek valamit. De akkor ez ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy megnéztétek. És tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, lehet még tippeket is adni, hogyha legközelebb megint erre járok, akkor mivel próbálkozzak még, de... Égős, amiket eddig láttam, azokat mind kipróbáltam. Tehát akkor ez ennyi lett volna, akkor sziasztok!